Szevasztok! Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés, azon belül is a Wine Sofa című műsorunk. Amint tudjátok, ez arról szól, hogy leülök egy székre, sezlonyra, pamlagra, díványra, valamire, leheveredek, és egy bort hozok. Ez a bor, ez mindig valamilyen különleges sztorihoz kapcsolódik, és hát ezen elmélázunk, és kiöntöm ezt a bort, és megkóstolom. Szóval... ezúttal egy olyan bort hoztam nektek, ami már tulajdonképpen beszerezhetetlen, nem létezik, a kontextus sem létezik, ez az egész nem létezik, és emiatt nem is tudjátok, hogy miről van szó. Hát arról van szó, hogy Takács Lajos egyik borát fogjuk kóstolni, egy hollóvárbort. Ez nem jöhet létre többször, mert Takács Lajos 2013 telén elhagyta a hegyet, Isten ott felejtett kalapját, elköltözött a Somlóról, Tokaj hegyaljára. Na most egy kicsit menjünk vissza az időben. Takács Lajos eredetileg borkereskedő volt, és valamikor a 90-es években, talán 97-ben, ha jól emlékszem, alapította meg a Hollóvár nevű birtokát, és viszonylag rövid idő alatt legendává emelkedett, nemesedett a Somlón. Tehát a 2000-es évek elején a hollóvár borokat már mindenki csak szuperlatívuszokban emlegette, és Takács Lajos, ha jól emlékszem, a kezdetektől fogva egy ilyen ma már divatos, organikus vagy bioművelésben hitt, és így készítette a szőlőt, és ugye hát művelte a szőlőt, és készítette a borait. És hát a 2000-es évek végén már vitathatatlanul ő volt az egyik legnagyobb név a Somlón, úgyhogy egy kicsit sokként ért mindenkit, amikor 2013-ban elköltözött a hegyről. Viszont hát tulajdonképpen ő hazatért, mert hogy ő Abaújszánton született, és amikor ugye 13-ban hazaköltözött, hát nem is Abaújszántonra, hanem Bodrog Kisfaludra, ha jól emlékszem, akkor nem történt más, mint visszatért a gyökereihez. De hát ő akkor kijelentette, hogy soha többet nem fog bort készíteni, leszámolt a borász oldalával, a borász múltjával, és leszámolt a Somlóval is. Úgy tűnik, hogy a Somlóval tényleg leszámolt, tehát a 2013-as évjáratú hollóvárborok voltak az utolsók, amit Takács Lajos a Somlóról készített, de hát nem tudott megszabadulni a borász múltjától. 2014-ben Lenkei Géza felajánlotta neki, a Mádi Lenkei Géza, aki egyébként a Lenkei nevű huszártábornok leszármazottja, akit egyébként a 14. aradivértanúként is szoktak emlegetni. Szóval... felajánlotta Lenkei Géza, hogy egy kis területét műveljék közösen Takács Lajossal, és készítsenek el erről közösen bort. Ezek a borok meg is születtek. Aztán utána talán további két birtoknak is borásza lett, tanácsadója lett Takács Lajos, úgyhogy továbbra is készít bort, csak most már hegyalján. Viszont elmondása szerint, ez érdekes, egy interjúban olvastam, hogy a mai napig szívesebben iszik Somlait, mint Tokait. Úgyhogy... hát lehet, hogy felhördülés van Tokajban, de Takács Lajost ezért is szeretjük, illetve azért szeretjük, én speciál azért szeretem, mert kevesen tudnak annyira sallangmentesen beszélni a borokról, mindenféle lózungot és hamis mítoszt nélkülözve, mint Takács Lajos. Úgyhogy ez szerintem egy rendkívüli előny és erény, hogy ő képes erre. Úgyhogy hát nagyon bánhatják a somlóiak, hogy elköltözött, és nagyot nyert vele Tokaj hegyalja. Viszont mi most egy somlai bort kóstolunk, méghozzá, hát gyerekek, egy 2007-es hárslevelűt. 2007 egyébként rendkívül meleg év volt, ha jól emlékszem, viszont ősszel, szeptemberben jött egy nagy eső, ami sokáig tartott. Úgyhogy rendkívül meleg évet követő esős szeptember. És annyit tudunk a hátcímkéről, gyalogművelési ültetvény, oké, tehát az azt jelenti, hogy nem volt kordonra futtatva, úgyhogy így termett, mint a bokor, a bozót, a szőlő, és akkor úgy kellett művelni. Ez nem kiméli a derekat, azt tudjuk, tehát állandóan hajolgatni kell. És hát igen, rendkívül száraz, forró nyár, majd hűvös, esős szeptember, bla bla bla. Szeptember 28-án szüretelte Takács Lajos, és 16-os a szesz, 16-os alkohol van benne. Na jó, nézzük, 2007-es, azért az egy... nem egy mai bor. Tárarírám. Látjátok a színét? Hú,
Mint a barackos neszti. Nagyon komoly. Ilyen óarany színe van. Szuper. Igen, kicsit olyan, mint egy narancsbor, tényleg. Legalábbis színre. Aztán... Húha! Hát ez botritiszt látott. Én azt gondolom, hogy... Ilyen szamarodni-szerű illatai vannak. Tehát aszalt kajszi, aszalt őszi barack. Egy pici teja, egy pici fahéj, szegfűszeg, szerecsendió. És még mindig ilyen narancshéjas, mandarinos, citrusos jegyek ebben a borban, amik egyébként fel is erősödnek idővel. Nagyon-nagyon élő, legalábbis az illata. És kóstolva meg nagy test, lehet érezni a korty végén a magas alkoholt, de az ízében ugyanilyen hedonista, mint az illatában. És ez a bor, ez teljesen élő. Annak ellenére, hogy egyébként nem egy mai fehérbor, ugye 2007, inkább az aszalt gyümölcsökkel operál, és ízében is letagadhatatlanul botritiszes. Nagyon hosszú a lecsengése, és... Hát szerintem ezt inkább magában innám, nem is valamilyen ételhez. Viszont képzeljétek el, felolvasok nektek valamit. Találtam a neten egy 2009-ből származó leírást erről a hárslevelűről. Ez így hangzik, barnás sárga, mély árnyalatú. Hát ez azóta tovább mélyült. Aszús, barackos illat, rendkívül ásványos, erős sósságot mutat. Ez a sósság, ez egy kicsit finomodott, tehát inkább csak a végén jön elő. Aztán kevésbé komplex, mint a furmint, ezt nem tudom ellenőrizni, legalábbis Takács Lajos furmintját nyilván. Az alkohol igen harsány, ez ma már nem igaz, tehát inkább csak a lecsengésben lehet érezni a magasabb alkoholt. És emellett a késői szüretes jelleg is tolakodólag hat némileg. Talán az idő mégis őt igazolja, majd meglátjuk. Hát képzeljétek el, hogy ezt Ripka Gergő írta egy kóstolón. Ripka Gergő, aki a Tokaj Guide-ot szerkeszti. És Jelentem Gergő 2009-ben írta, ezt most van 2021. Takács Lajost igazolta az idő. Abszolút nem tolakodó ez a bizonyos késői szüretes aszalt gyümölcsös jelleg, hanem inkább a bor integrált részét képezi, és szerintem enélkül ma ez a bor tulajdonképpen unalmas lenne. Úgyhogy Takács Lajos fantasztikus munkát végzett, innen is emelem kalapomat, sapó, és hát nem is tudom, igyatok fellelhető hollóvárborokat, szerintem ezek a borok már nem kaphatóak. Akinek szerencséje van, igyon hollóvárbort, a 2007-es évjárat pont a csúcsán van. Úgyhogy melegen ajánlom. Szevasztok! Hadd mondjam el még egyszer. Baszki, de jó!